Panni és Marci kalandozásait ismerhetjük meg abban a kis mesés színezőben, az Alba babákban, melyet az Egyesület a fehérvári nőkért alkotott meg. Illetve egészen pontosan az Egyesület két tagja. A mondókákért Berdó Kovács Erika, az illusztrációért Antal Zsanett volt a felelős. A történet szerint a kis füzet két főhőse Panni és Marci segítségével az óvodások a város népszerű pontjait ismerhetik meg. Székesfehérvári anyukaként nagyon fontosnak tartom, hogy időben elkezdjük azt a fajta nevelését a gyerekeknek, hogy igenis itt vagyunk, székesfehérváriak vagyunk, és mik azok a lehetőségek, és mik azok az értékek, amiket ez a város tud adni nekünk. Úgy gondolom, hogy egy ilyen színező formájában az óvodás korcsoportnak, megismerve tematikusan a belvárost, a sportolási, kulturális lehetőségeket, ilyen kis ehető kis színes mondókákkal, illetve nagyon kedves rajzokkal, jobb út nincs arra, hogy játszva tudjanak tanulni. Az igényesen egyedi köntösben létrehozott, mondókákkal tarkított kis színező a jövő héten kerül az óvodákba, amolyan karácsonyi ajándékként. A kezdeményezés nagyszerű, hiszen a gyermekek így akár újra átélhetik a városban szerzett élményeiket. Ezt már Varga Tamás mondta, az országgyűlési képviselő támogatóként járult hozzá az Alba babák megszületéséhez. Nincs fantasztikusabb dolog, mint örömet szerezni a gyermekeknél, és azt hiszem, hogy ez a színező füzet örömet fog szerezni minden székesfehérvári gyermeknek, aki megkapja, hiszen hogyha végig lapozzák a gyerekek, egyrészt megismerkednek a fontos fehérvári helyszínekkel, sportolási és egyéb lehetőségekkel, találkozhatnak az óriás bábokkal, amik ugye a Szent István napok egyik nagyon-nagyon fontos attrakciója. Antal Zsanett elmondta, tele vannak ötlettel, és már a színező folytatását tervezik, akár animációs mese, vagy könyv formájában.